túl sok készülésre nem volt lehetőségem, mert tegnap jöttem vissza még Angliából vizsgáról. Tudtunk kedden tesztelni rossz körülmények között esőben, az hasznos volt, azt egy kicsit gyakoroltuk. Most emiatt számítok is rá, vagy reménykedem, hogy leesik az eső, hát most abban már beleszoktam. Igazából ebben kimerült a készülés, az autó rendben rakva, a hibák kilettek küszöbül alá, úgyhogy ismét a győzelem a cél. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I'm beszéltük meg Pistikével, hogy valahogy egymás között kéne kivívni itt a dobogós helyezéseket.
Hát nem is úgy, ahogy terveztük, de a végére ez lett belőle, ők kaptak büntetést, mivel kaptunk egy defektet, úgyhogy itt a dobogó első három helyezett, ez itt nagyon szorosan maradtunk a végére. Igazából a második körre jöttek a nagyobb izgalmak. Szerintem körülbelül a harmadik kanyarba kaptam egy bal hátsó defektet. Ott a maradék távon lementünk így defektel. Még úgy viszonylag sikerült jól lejönni, nem kaptunk olyan sokat a mezőnytől, úgyhogy támadtunk tovább, aztán sikerült így, szerencsénk volt, meg azért nyomtam neki, aztán így a második erre sikerült bejönni. Az utolsó gyors után maradt kemény 7-10-et így köztünk, úgyhogy izgalmas volt, tetszett a verseny. Szó szerint extrém verseny volt, minden gyorsaság, nagy kihívás volt. Tényleg itt mentünk szárazon, vizesen, sárba. Szerencsésre mondhatom magunkat, mert nagyon jó új választás, nagyon jó taktikán voltunk, úgyhogy nagyon melós kis verseny volt. Folyamatosan résen kellett lenni minden reakcióra, reagálnunk kellett az autónál, úgyhogy én úgy gondolom, most szemészre jött minden jól. Lazán mentünk egész nap, tehát nem volt, nem izgultunk az autóval, tényleg jó közös munkánk volt Robival. Nem hibáztam, ahogyha valamit észrevettük, akkor azt megbeszéltük, vagy még a gyorsasági vagy adapon, és akkor arra próbáltunk odafigyelni, és javítottunk a következő gyorsaságikon, és ez jól jött, mert működött, tudtuk, hol kell spórolni, hol kell meghúzni, milyen guminálunk, vagy milyen gumival megyünk, és ott azokkal milyen eredményeket tudunk elérni. Úgyhogy jó volt, szerintem abszolút.